Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit, új lehetőségek a vadfeldolgozásban. A Vadex Soponyai üzemének új termékei nagy lehetőséget kínálnak, a piacon is nagy lehetőség előtt állnak ezzel együtt természetesen. Következik egy beszélgetés Lőrinc Attilával, az üzem igazgatójával. A hazai élelmiszerfogyasztásban írja a Vadex honlapja is, több tényező is indokolja a szervezett vadhúsfogyasztás növekedését. Nagyon jól tudjuk, hogy ez így van, hiszen egyik oldalról az egészséges táplálkozásra kéne törekednünk, a régi hagyományokat erősíteni kéne, és hát a szürke és a fekete gazdasággal szemben is fel kell lépni az uniós szabályozásokkal együtt. Miként sikerült ezeket itt megvalósítani, hiszen én azt gondolom, hogy ez a talán a legfontosabb egy ilyen üzem életében. A kérdésre rátérve egy picit kiegészíteném még gazdasági szempontokkal is a feltett kérdést. Nyilván az egészséges táplálkozás az prioritást élvez, legalábbis én azt gondolom, hogy a magas szintű szakmai körökben biztos. A gazdasági vetülete viszont részünkről az, hogy nagyon szeretnénk a hazai egészséges táplálkozást, illetve rátérve a mi területünkre a vadfogyasztást propagálni, növelni, mert azt gondoljuk, hogy a legjobb az, hogy ha az az árualap, ami évtizedek óta ami alapunkat képezi, termelési bázisunkat képezi, az a legjobb, hogyha itthon marad, és a hazai fogyasztók élvezik ennek a mind a táplálkozási élettani, mind pedig az ízélménybeli értékeit. Arról van szó, hogyha számszerűsíteni szeretném, hogy ugye Magyarországon éves szinten átlagosan egy fő évente kb. 0,3-0,4 kg vadhúst fogyaszt. Ez, hogyha összevetem a teljes 60 kiló fölötti átlagos fejenkénti húsfogyasztással, rendkívül csekély, rendkívül. Ennél a halfogyasztás is közel 10-szer ennyi, sőt, köszönhető ez annak az intenzív kampánynak, ami az elmúlt években a halfogyasztással kapcsolatban Magyarországon lezajlott. Ugyanezt szeretnénk a vadfogyasztásban is. Lehetnénk arra büszkék, hogy a termékeink nagy része külföldön talál vásárlóra, és az olasz, német, belga, dán vásárlók, nagykereskedők, azok név szerint a Vadexet keresik, mert minőségre ez Európában legjobb, ami hozzáférhető. De azt gondoljuk, hogy egy jó árpolitikával, egy jó pozícionálással megfelelő, és erre majd a későbbiek során rá fogunk térni, adagméretekben és elkészítési módokon bizony ezt hozzáférhetővé tudjuk tenni a magyar fogyasztók számára is. Nagyon fontos kérdés, hogy a gasztronómiára érzékeny, illetve fizetőképes kereslet a vadhúsra nyilván megvan, hiszen ahogy fogalmazott, hogy a Harra Magyar, illetve a Halpéntek akció, a Mahal által bevezetett akciók, azok sikerre vezetnek, terveznek ilyet? Hiszen azt tudjuk, hogy a technológia tökéletes, a szakszerűen kezelt a napanyag nem különben, és hát most már rendelkezésre áll a kvalifikált szakmunkás gárda is. Igen, technikailag és az eddig elvégzett munkánk alapján én azt gondolom, hogy bizakodhatunk abban, hogy a hazai vadhús fogyasztás növekedni fog. Előkészítettünk egy kampányt az Agrár Marketing Centrummal közösen, amely a hazai vadhús fogyasztás népszerűsítésére, propagálására és növelésére szolgál. Ezt jóvá hagyták, ezt a kampányt jóvá hagyták, és várhatóan a jövő évben fog megindulni. Ugye itt azért van szükség arra, hogy nagy erőket mozgósítsunk ennek a cél érdekében, mert egy ilyen kampánynak azért rendkívül magas költségigénye van, és nagyon szerteágazó
körökből, nagyon szerteágazó területeken kell tudni a fogyasztót informálni arról, hogy mi ennek a termékkörnek az előnye, és hogy ez nem lesz úgymond drága, tehát meg fogja tudni vásárolni. Megint csak egy nagyon egyszerű példával, egy csomag grillkolbász a boltban nem lesz sokkal több, mint 1000 forint, és ez egy személynek bőségesen, de akár két személynek is bőven elegendő mondjuk egy vacsorára, tehát bárki számára hozzáférhető lesz. És még egy gondolat erejéig visszatérve az első kérdésre, ugye ahol jeleztem, hogy gyakorlatilag a magyar vadhús fogyasztás fejenként nem egészen 2 adag évente, ez nagyságrendileg a magyar árulapból nem is lehetne több, mint 1,5 kiló. Tehát igazából ez csak azt jelenti, hogy mondjuk 10 adagnyi az az összvad mennyiség, árulap évente, fejenként átlagosan, ami Magyarországon összességében eladhatóvá válhatna. Tehát nem kell nagyon nagy ugrást tennünk ahhoz, hogy realizálódjon az, hogy a magyar vad az itt fogy el Magyarországon. Ha már az alapokról beszélünk, akkor essék szó arról is, hogy a közhiedelemmel ellentétben a lőtt vadak mennyisége az egyáltalán nem függ a koronavírus járványtól, mondhatjuk, viszont annál inkább az afrikai sertéspestistől. Hogyan lehet lépni? Úgy lépni, hogy ez ne sújtsa az ágazatot. Nagyon nehéz kérdés. A korábbi évek szerint az árualapunknak az 55%-át a vaddisznó képezte. Ez ugye a tavalyi évben már ennél egy hangyányit alacsonyabb volt, de ebben az évben várhatóan ennek a fele lesz, tehát 20-25% lesz csak a vaddisznó árualapunk. Ez ugye sok mindennek köszönhető, vagy sok minden miatt van. A lényeg az, hogy valójában tényleg végsöpör a vaddisznó állományon egy pusztulás, illetve az intézkedési tervnek megfelelően a gyérítés miatt is különböző olyan intézkedések, olyan szabályozások léptek életbe, amely kapcsán ez az árualap kényszerűen le kellett, hogy csökkenjen. Nem szeretnék nagyon mélyen belemenni abba, hogy milyen zónákra osztották Magyarországot, aki ezzel foglalkozik és akit érdekel, az a Nébik honlapján ezt napi szinten követheti. Több zóna van, mindegyikre más a szabályozás, mindegyiknek vannak konzekvenciái a vadfeldolgozók részére, tehát részünkre, és ennek az eredője volt ez a vaddisznó részarány csökkenés. Amit lehetett tenni, az az, hogy az árualapot más fajokkal, más típusú alapanyaggal tudtuk, vagy hát provizóra tudjuk pótolni. Részt vettünk egy tenderen a Kiskunsági Nemzeti Parknak a tenderén, ahol vízi bivajokat, illetve szürke marhákat tendereztek meg, ezt elnyertük. Részünkről ez egy tájékozódás, tehát óvatos lépésekkel haladunk, de mégis azt gondoljuk, hogy az árualap kiesését azt valamilyen módon mégiscsak pótolni kell. Még egy gondolat ehhez, hogy a működési engedélyünket kiegészítettük házi sertésre, illetve házi marha földolgozásra is, hogyha minden kötél szakad, és nyilván elsősorban a munkaerő megőrzése, illetve a hazai lakosság egészséges alapanyagokkal történő ellátása a célunk, akkor bizony hozzá kell nyúlnunk ehhez a lehetőséghez is. Egyelőre azt látjuk, hogy valamilyen szinten szarvassal tudtuk pótolni, nyilván ez egy magasabb alapanyagárú bázist jelent, tudtuk pótolni a kiesett alapanyag mennyiséget, illetve sajnos ugye a koronavírus járvány miatti fogyasztás csökkenés is ebből a szempontból egy egyensúlyt teremtett az alapanyag, a csökkent alapanyag bázis melletti csökkent kereslet alapján. De várhatóan, hogyha visszaáll az eredeti rend,
akkor életbe kell léptetni a kibővített alapanyagbázis nyújtotta lehetőségeket. A koronavírus járványnak van egy kettősség, az egyik mindenképpen az, hogy az export lehetőségek, ha nem is szűntek meg, de alaposan csökkentek, a másik pedig az, hogy a bérvadásztatás jó ideig elmaradt, ami azt jelenti, hogy felgyűlem lett vadhús. Na most ezzel a helyzettel mit tudtak kezdeni, hiszen ez megint alapvetés. Igen, még mindig nem zárult le ez a kérdés igazán, mert a külföldi vadászok továbbra se jöhetnek Magyarországra vadászni, így hát az ő általuk hozott árbevétel nem csak nekünk, hanem az összes erdőgazdaságnak borzasztó nagy kiesést jelent, és hát saját emberekkel kell pótolni, tehát nyilván vannak nekünk is szakszemélyzetünk erre, aki ezt a feladatot végzi, és nagy szakértelemmel csinálja. Természetesen itt ugye, ami az alapja az, hogy egy nagy jövedelem, nagy bevétel kiesést jelentett ez a helyzet most. Ennek tükrében mennyire akadozik a felvásárlás, hiszen azért ez is egy fontos tényező? A felvásárlás, hál' Isten, egyáltalán nem akadozik. Abban bízunk, hogy helyreáll a rend, és így gyakorlatilag folyamatossá tud válni ismét a kereslet. A kereslet csökkenéssel kapcsolatban talán annyit tudnék elmondani, hogy az év eleje szépen indult, viszont ugye márciustól kezdve, főleg március-áprilisi időszakban nagyon erősen ugye zártak a nyugat-európai országok, és emiatt nagyon-nagyon erősen, drasztikusan visszaesett a kereslet. Ugye bezártak a vendéglátóipari létesítmények, mi ugye elsősorban az alaptermékeinket a horeca szektor részére gyártjuk, ebből kifolyólag gyakorlatilag ilyen 80-90%-os visszaesés volt egy-két hónapon keresztül, ami szép fokozatosan augusztusra visszaállt az eredeti szintre, sőt augusztusban meg is haladta a tavalyi szintet, míg a szeptember-október pedig egy ismételt zárás következtében a tavalyi szint alatt maradt. Tehát gazdaságilag, kereskedelmi forgalom tekintetében alacsonyabb szinten állunk, mint a 2019-es év. Nagyon sok mindent el fog dönteni a november-december. Ugye klasszikus értelemben az év vége az az időszak, ami a vadfogyasztást nagyon megnyomja. Ugye ünnepételként van a fejekben, Nyugat-Európában is, Magyarországon is a vad. Lehet hozni ezt az évet egy nagyon szolid mértékű eredménnyel. Nos, az egyik beszélgetésünkkor még az elején arról esett szó, hogy a lőrészlegenda hála Istennek Soponyán folytatódik. Aztán hát a koronavírus járvány ezt részben megakadályozta, ugyanakkor az új termékek bevezetése hol tart, hiszen erről is beszámoltunk, és azt hiszem, hogy akkor egy nagyon jó utat választottak, bár nem tudom, hogy a jelen esetben a sok negatív hatás ez mennyire gátolta ezt a terjeszkedést. Az az igazság, hogy jövő héten, 11-én szerdán lesz az üzemnek, az új üzemünknek a hivatalos átadása, és ezek az események, illetve egy-egy nyilatkozatra való fölkészülés mindig egy jó lehetőséget teremt arra, hogy az ember átgondolja, hogy mit is csinált éppen abban az évben, vagy az adott területen, vagy az adott időszakban. És bizony egy óriási munkán vagyunk túl, tehát nem csak címszavakban mondom, nem akarom ezzel az időt nagyon igénybe venni. Ugye lezajlott az építészeti beruházás, a géptendereztetés, a gépek beüzemelése, a pályázati elszámolás, az új termékeknek a technológiai, illetve receptúra kidolgozása, üzemi bevezetése, az embereknek a fölvétele, betanítása, lezajlott a vállalatirányítási rendszerrel, az ügyviteli rendszerrel történő harmonizálás, meglettek a működési engedélyek, IFS auditunk van, ami gyakorlatilag a legmagasabb szintű minőségirányítási rendszert jelent. Tehát bevezettünk egy olyan minőségirányítási rendszert, amivel mindent kézben tudunk tartani.
Tehát lezajlottak ugye a kereskedelmi tárgyalások, legalábbis elég sok kereskedelmi tárgyalás lezajlott. Összesen két multikiskerláncba írtunk alá, háromba írtunk alá szerződést. Egy negyedikkel úgy tűnik, hogy megállapodtunk, és még ebben az évben aláírjuk a szerződést. És a diszkont kiskerláncok közül egyiknek mintákat adtunk ki Magyarországon, illetve Ausztriában szintén két kiskerlánccal láncnak adtunk ki mintákat. Tehát gyakorlatilag egy olyan munka van mögöttünk, ami bár tényleg számszerű vagy pénzügyi eredményben most ebben az évben azért nem annyira fog látszani, de azt gondolom, hogy egy olyan stabil bázist fog biztosítani nekünk a következő években, amit gyakorlatilag tényleg, amire nagyon büszke vagyok, nagyon-nagyon nagy utat jártunk be ez alatt az idő alatt. Országszerte befejeződtek a szüretek, a pákozdi lécspincészet parcelláin a késői érésű Cabernet Sauvignont szüretelték. Következzék egy rövid évzáró beszélgetés Lécs Balázzsal. Nagyon fontos kérdés, milyen esztendőt zárt a borásztársadalom, bár miért tudjuk, hogy azért még folynak a szüretek, de azt hiszem, hogy itt már egy összefoglalóra van lehetőség. Hát a szüret még folyik, de gyakorlatilag ezek a szüret utolsó napja, ugye a késői fajták, mint például a Cabernet Sauvignon szedjük. Összességében egy jó évet zárunk, átlagos termésmennyiség, nagyon jó minőség, idén meg is maradtak a savak, bár először meg is ijedtünk tőlük, hogy túl magasak voltak a savak, de most már azért lehet kóstolni, hogy ezek a savak nagyon szépen kezdenek belesimulni az új borokba. Szóval összességében egy jó évjárat fogunk zárni. A borásztársadalmat nem érintette igazán a koronavírus járvány, ugyanakkor az üzletek bezárása nyilván egy fontos adalék az idei évhez. Hát a borásztársadalmat azért érintette a koronavírus. Ugye ketté lehet osztani ugye a szőlőben, annyira nem éreztük, mert a szőlőben a munkák ugye folyamatosan mentek, meg ugye az itt szerencsére olyan a szőlőnek a felépítése, hogy az emberek viszonylag nagy távolságra dolgoznak egymástól, de ugye folyamatosan kellett, ugye a szőlőt nem érdekelte a koronavírus. Folyamatosan kellett művelni a szőlőt. Hát ugye a másik a borászat, meg az értékesítés, ugye ott azt azért megéreztük, szerintem mindenki megérezte Magyarországon a koronavírust. Mennyiben vetette vissza az exportot például a koronavírus, illetve a hazai üzletek, illetve üzletláncok ugyanolyan mennyiségben is vásároltak? Hát visszavetette itt, én az exportról nem tudok nyilatkozni, azt viszont tudom, hogy az idegenforgalmat, ugye itt főleg a külföldről bejövő turisták ugye nem eltűntek, ugye ezt azért jelentősen visszavetette az ilyen téren az idegenforgalmat a koronavírus, és ugye volt egy kettősség, ugye az éttermeknek a forgalma, ugye főleg tavasszal ugye bezártak az éttermek, és értelemszerűen amikor bezártak, ott borcsa forgalmaztak, ugye ott is egy visszaesés volt tapasztalható. A lécspincészetet ez mennyiben érintette, hiszen azért tudjuk, hogy itt voltak társasági rendezvények is. Hát azért jelentősen érintett minket is ugye az idegenforgalom révén. Ugye társasági rendezvények is csak úgy voltak, amikor az első, ugye a tavasz nyár folyamán, de akkor is ugye sokkal kevesebben voltak és sokkal kisebb társaságok. Ugye a borlovagrendek meghozták a maguk intézkedéseit. Én a Noé-hegyről szeretnék beszélni, hiszen a nagymester fájdalmas halála után új utakon indultak el. Ez miként érint téged, a lécspincészetet, Lécs Balázst? Hát szerencsére a borlovagrend egy nagyon jól működő borlovagrend. Rengeteg ugye a Dinnyes Ferit kell itt megemlíteni, ugye ő átvette a nagymesteri szerepeket, és szerencsére, hogy egy jól működő borlovagrend itt folyamatosan működik tovább a borlovagrend. Mit kell ahhoz tenni, hogy egy kicsit kitáguljon az a kör, ami a borlovagrend tagjait illeti, hiszen tudjuk, hogy új utakon indult el a Mészárovics Imre vezetésével a Noé-hegyi csapat?
Ez egy nagyon összetett kérdés, ez nagyon foglalkoztatja nem csak a mi borlovagrendünket, hanem nagyon sok borlovagrendet foglalkoztat, hogy hogyan tovább. Ugye itt az egyik ilyen nagy kérdés a fiatalitás, hogy egyre több fiatalt hogy lehet bevonni a borlovagrendekbe. Hát ez, megmondom, ez egy nagyon összetett kérdés, erre most nem is tudok így röviden válaszolni. Tehát ha összefoglaljuk az idei esztendőt, akkor a koronavírus járvány ellenére sikeres évet zárt a lécspincészet is? Hát összességében azt mondom, hogy sikeres évet, de azért remélem a jövő évben már nem lesz koronavírus, mert ugye azért nagyon megnehezítette mindenkinek az életét. Mai Agrárinfo utolsó műsora egy Halloween napi horgászverseny Börgöntpusztán. A rendhagyó megmérettetésen megtelt a fertőzők horgászparadicsom versenyzőkkel. A Börgöntpusztai Fertőzők Horgászcentrum és Szabadidőpark már a Székesfehérvár megkerülhetetlen gyöngyszeme az egyre növekvő horgásztársadalom számára. A szakavatott tulajdonosnak és munkatársainak köszönhetően megnyitása óta minden időszakban kiváló lehetőséget nyújt a kikapcsolódásra, a sporthorgászatban való megmérettetésre, ráadásul a horgászokat nem riasztotta el a koronavírus járvány sem, sőt jelentősen nőtt a számuk. Nekünk szerencsénk volt szerencsétlenségbe, a horgászok az egyre több jött az idén, nagyobb forgalmunk volt, mint a tavalyi évben. Igazából az emberek nem tudtak elmenni nyaralni az idén, és pótmegoldásként a horgászatot választották. Nekünk ez igazából nagyon jól jött. Milyen volt egyébként az idény, a horgász idény? Nálunk sikeres volt. Hétvégeken végig telt házzal voltunk, a szálláshelyünk is mind ki voltak véve egész nyáron. Hétköznapokon is szépen jöttek, most is versenyünk van, jelen pillanatban is teltházas horgászversenyünk van a hétvégén. Igen, hát akkor beszéljünk erről a rendhagyó Halloween horgászversenyről. Hát igen, nálunk mindig vannak ilyen bolondos versenyek, egy Mikulás kupa, most ez a Halloween kupa páros verseny. Hozzánk szeretnek járni a horgászok az ország minden részéből. Hát igazából aki itt nem fog halat, az a nagy problémák vannak. Tele van a tó hallal, ilyen örömpecárral van kitalálva ez a mi tavunk. Ezek nem egy vadvízi, ez egy kis tó, de tele halakkal. Igen, mert hiszen erről már beszélgettünk, amikor átvetted, hogy a célod az, hogy egyrészt kiemelkedő legyen a fogás. Továbbra is tartod, hogy egyre többet telepítesz, és minőségi halállomány van a tó tavakban? Igen, ez a minőség, ez a pontos szó. Megfelelő szó. Már nálunk a halátlagunk kilóban 8-10 kiló, szóval már nincsenek nálunk ilyen piaci pontnak számító halmennyiség. Nálunk csak nagy halak vannak már, a 10 kilótól 40 kilóig találhatók a halak a tavunkban. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!